Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és ez alkalommal szeretném bemutatni önöknek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság új szóvivőjét, Kis Anitát, aki nem is olyan régen került ebbe a székbe, ugye? Igen, 2 hónapja. Nagyon érdekes, az ember rögtön átvált egy újfajta szemléletmódra a vásárlásnál, és hát ez egy tipikusan olyan munka, ami nem csak reggeltől a munkaidő végéig tart, hanem a boltban is odalépnek az emberhez, hogy tessék mondani, ez így jól van-e, vagy ez is ez történt velem, most mit csináljak. Úgyhogy érdekes mindenképpen, sok a feladat, van mit csinálni. Ugye, aki a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál dolgozik, annak van valamiféle igazolványa, ezt jól tudom. Nekem nincs olyan ellenőrző igazolványom, amivel a kollégák szoktak menni ellenőrizni, egy belépő kártyán van, de azt nem szoktam felmutatni. De ezt az igazolványt, ezt azt hiszem nagyon respektálják a különböző üzletekben dolgozó emberek, ugye? Én még nem lobogtattam meg a hatóságban. És volt már úgy a háttérben ilyen ellenőrzésem, vagy látott ilyen ellenőrzést, úgy, hogy ott volt a helyszínen? Ez érdekes, mert voltam, de nem azóta, mióta itt dolgozom, hanem még azelőtt, mielőtt ide kerültem volna, mert híradóban dolgoztam korábban, és a fogyasztóvédelem is az egyik területem volt korábban, és akkor elkísértem a fogyasztóvédőket különböző ellenőrzésekre, vizsgálatokra, és akkor láttam, hogy ők hogyan működnek. Nyilván szóval akkor nem kellett nagyon átállni, mert eddig is a fogyasztók oldalánál, és most is a fogyasztókat védi a fogyasztók oldalánál. Készültem erre az adásra, és egy meglepő közleményt is olvastam a hajsamponokkal kapcsolatban. Hát azt hiszem, hogy a kedves nézők most meg fognak lepődni, hogy mi minden kerül egyes hajsamponokba. Igen, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriumában 20 féle terméket vizsgáltak meg a kollégáim. Egy fontos szempont volt ezeknél, hogy gyógynövény, illetve növényi származék legyen ezekben a termékekben, és a 20 termékből 2-ben volt olyan baktérium, ami súlyos betegséget is okozhat. Mindkettőben volt fekália nyom, maradvány, ami kétféle módon kerülhetett a termékbe, vagy a gyártási folyamatban, vagy lehet, hogy már a növény maga szennyezett volt, amiből készült. Hát most nem akarok humorizálni, de hát tulajdonképpen növényből is lehetett a fekália, de hát ez szörnyű egyébként valójában. A másik baktérium pedig olyan súlyos sérülést tud okozni, illetve nem is sérülést, hanem megbetegedést, hogyha szembe kerül fülbe, ami tényleg nagyon veszélyes, ami nem egy életidegen jelenség, egy hajmosásnál, hogy a fülbe vagy a szembe kerül, fekkét tud okozni, a vért fertőzheti, a szívbillentyűt megbetegedheti. De most ilyenkor konkrétan a nevét ezeknek a samponoknak elmondhatják, nem? Ennek a két terméknek a forgalmazását a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megtiltotta, hogy pontosan milyen termékeket vizsgáltunk, és mely az a két termék, amelynek a forgalmazását megtiltottuk, az a honlapunkon hozzáférhető, www.nfh.hu. Új törvények készülnek, ugye, méghozzá jelentős mértékben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tapasztalatai alapján, sajnos negatív tapasztalatai alapján. Hogyha azt mondjuk, hogy termékbemutató, akkor mostanság már nagyon sokan nem arra gondolnak, hogy valamiféle termékkel megismertetik az embert, hanem valamiféle svindlit is sejtenek a háttérben, és ezzel kapcsolatban ugye 3 törvénymódosítás is napirendre kerül. Így van, a termék bemutató az egy olyan szó, amit hogyha meghallunk, akkor már gyanítjuk, hogy ott valami probléma lehet. Persze vannak vállalkozások, amelyek szabályosan űzik ezt az ipart is, de nagyon sok a visszaélés. A legutóbbi vizsgálatunk során 69%-os volt a kifogásolási arány, ami nagyon magas, és ez azután történt, hogy a tavalyi év végén is történt 2 törvénymódosítás, ami szigorította az ezekre a vállalkozásokra vonatkozó szabályokat. Bocsánat, de tehát ez azt jelenti, ugye, hogy 100 ember közül 69 az valamiféle, hát becsapva érzi magát, vagy valamiféle félrevezetés sejtett. Jó, a termékbemutatónál azért, mert itt ez egy elég tág fogalom, azért mondjuk el, hogy mikre gondolunk konkrétan. A leggyakoribb, amikor valamilyen egészségügyi szolgáltatást, akár vizsgálatot, akár valamilyen készüléket akarnak eladni, ez az egyik. A másik, amikor valamilyen teljesen hétköznapi terméket, például egy masszázságyat, de lehetőleg nem a boltban kapható 50 000 forintos áron, hanem inkább 800 000 forintért. Pontosan ezek miatt, az ügyek miatt úgy kíváncsi lettem egy-két ilyen termékmutatóra, és nagyon sok olyan idős embert láttam, aki ugye mindent megtenne azért, hogy egy kicsit jobban érezze magát, egy kicsit egészségesebb legyen, és valamiféle hát anyagi fedezete is van erre. Tehát jóhiszemű idősebb embereket láttam elég sokat ilyen gyógymód vagy gyógyszereknél, vagy valami hasonló.
Éppen ezért is fontos, és ezért is figyelünk ezekre a termékbemutatókra, mert pontosan azokat célozzák meg, akik a legkiszolgáltatottabbak. Tehát a legtöbb esetben a hozzánk forduló panaszosok, nyugdíjasok, vagy az ő hozzátartozóik, akiket becsaptak. Hogy nem mindig rá tudják őket beszélni arra, vagy nagyon gyakran, hogy megvásároljanak egy terméket, éppen azért, mert azt mondják nekik, hogyha szeretik a családjukat, hogyha életben akar maradni. Volt olyan, ahol azt hangzott el, hogyha még a következő karácsonyt is a családjával szeretne tölteni, akkor ezt vegye meg, mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor már nem lesz életben. Azért az idősekre mert ezek a mondatok már nagyon erősek. Ugye? Csinálnak ilyen vizsgálatot, és annak az eredménye az, hogy meg kell vennie ezt a kütyüt? Nem, ez csak egy szóbeli tájékoztatás az előadó részéről, hogy ez a termék ez annyira jó, és hogyha nem veszi meg, akkor magának annyira rossz lesz, hogy nem marad életben. Az egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatban az ilyen termékbemutatókon egyébként is ilyen döbbenetes tapasztalat volt. Volt Pécsen fordult elő például, hogy ilyen témában hirdettek meg termékbemutatót, ahol orvosi vizsgálat is volt, csak az orvosi vizsgálatra megfelelő helységet nem biztosítottak, tehát a hölgyek urak a férfi mosdóban öltözhettek és vetkőzhettek, erre érkezett panasz, illetve ugyanitt fordult elő az is, hogy az egészségügyi vizsgálatot azt nem egy szakember, például legalább egy orvos végezte, hanem az egyik esetben egy ménes gazda, a másik esetben pedig egy heggesztő szakmunkás volt az, aki ezt a vizsgálatot elvégezte. Na most akkor jóvoskodjunk egy kicsit, hogy tulajdonképpen, hogyha egy ilyen van, ugye, hát végül is az, hogy egy ménes gazda végez egy vizsgálatot, az tulajdonképpen hát nem törvénybe ütköző, hogyha... De megtévesztő. Hát hiszen tehát, én azért megyek igen, oda arra a termékbemutatóra, mert azt gondolom, hogy én nekem ott egy olyan vizsgálatban lesz részem, amit mondjuk adott esetben nagyon sok pénzért tudnának nekem megadni egy magánorvosi rendelőben. És az, hogyha ezt a vizsgálatot egy ménes gazda végzi el, az nem megfelelő. Mi a büntetés? Igazából ez mindig kifejezetten specifikus, mert hogyha még egyéb szabálytalanság is van, akkor azt is figyelembe veszik, tehát itt sok mindent kell mérlegelni. Hogyha már valaki eddig rájön, hogy addig-addig van, vagy eddig-eddig van, akkor hova fordulhat és hogyan? Alapvetően, hogyha valakinek például jogi kérdésben lenne szüksége segítségre, például megvette egy cipőt, amit tönkrement, és nem tudja, hogy most mit csináljon, azt nagyon gyakran mi a hatóságon, a jogi osztályon segítünk, tanácsokat adunk, hogy mit tud tenni. Ez a kapcsolat kukac.nfh.hu címen elérhető, ezt az e-mailt egyébként én is látom, minden megkeresésre válaszolunk. Április 1-től egy kicsit változott a helyzet, mert a felügyelőségek azok a kormányhivatalokba kerültek, tehát most már... Tehát az úgynevezett megyei felügyelőségek a megyei kormányhivatalokba kerültek. Így van, és ezek területileg illetékesek, aminek értelemszerűen az a jelentősége, hogy mindenki a saját területe szerint illetékes kormányhivatalba fordulhat. Lehet fordulni közvetlenül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is, de a hatóság másodfokon illetékes, tehát hogyha nincs illetékességünk az ügyben, akkor azt 8 napon belül indoklás nélkül lehelyezzük első fokra, azaz a kormányhivatalokhoz. Tehát továbbítják, tehát végül is nem veszik el az ügy, hanem elkezdődik az eljárás, csak azon a szinten, ami ahhoz az ügyhöz szükséges. Így van. Tehát akkor, hogyha nem tudom, Zala megyéről van szó, akkor a Zala megyei igazgatóság megkapja, és akkor ők elkezdik az eljárást. Illetve amit még mindig szeretek ilyenkor elmondani, mert egy kicsit ilyen avit szó ez a panaszkönyv, vásárlók könyve, de mégis ez egy működő dolog, tehát hogyha például egy üzletben van valamilyen problémánk, akármilyen szavatossági vagy jutalási kérdés, vagy bármi, ami az üzletben kifogásolható, akkor ezt minden esetben érdemes beírni ebbe, hiszen a törvény szerint erre az üzletnek írásban érdemben 30 napon belül válaszolnia kell. Hogyha ezt nem teszi meg, akkor önmaga már emiatt is eljárás indítható ellene. Erről mi a tapasztalata, hogy egy panaszkönyv elkérése, egy panaszkönyvbe beírás, az mennyire macerás? Nyilván vannak kirívó esetek, alapvetően a mi tapasztalatunk az, hogy már a vásárlókönyvének vagy a panaszkönyvnek az elhangzása is megoldása egy-egy problémának, és hogyha valaki be is ír, akkor annak minden esetben kell, hogy valamilyen eredménye legyen. Működik ez a rendszer. Láttam ilyen eseteket, hogy emberek vagy hölgyek ott várogatnak. Azért, mert véletlenül a pénztáros 10-20 forinttal vagy 30 forinttal többet ütött, vagy plusz egy üveg valamit beütött, amiből nem volt annyi, és akkor ő megnézte. És nem az van, hogy fejbólintásokkal vagy hajlongásokkal elnézést kérnek, hogy hát tulajdonképpen végül is
akaratunkon kívül ugyan, de hát megkárosítottuk, nem mondom azt, hogy becsaptuk, de hát, hogy megkárosítottuk akaratunkon kívül. És nem az történik, hogy akkor azonnal odahozzák azt a 85 forintot, hanem annak az embernek, annak ki kell tölteni egy hatalmas nagy lapot, kell várni egy csomót. Nem értem azt, hogy egy boltvezetőnek, ezt tudom, hogy nem feltétlenül Anita dolga, de hát azért erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy boltvezetőnek, aki sok millió fölött rendelkezik, aki aláírja a leltárt, hogy annak miért nincs annyi jogköre, hogy ilyenkor azt mondja, hogy elnézést kérek, itt van a 85 forint, és az a néni ott vár 40 percet. Én még ilyennel nem találkoztam, tehát én is sokat vásárolok, mindig megnézem a blokkot, hogy helyesen van-e feltüntetve az ár, illetve hogy annyit kértek el tőlem, amennyi a poltra is ki volt írva, de hogyha valamilyen félreértés van, akkor szólnak, hogy sztornó van, és akkor azt kiütik a kasszába. Nem sztornó, hogyha kimegy már, akkor nem tudják sztornírozni. Ez valószínűleg az új pénztárgép rendszere miatt lehet, hiszen az új pénztárgépek esetében, hogyha beütik az árat, és a fizetés is megtörténik, akkor abban az esetben ez már egy központi szerverre érkezik, és emiatt kell sajnos kicsit ez a várakozás. Én nem azt mondom, hogy ezt ne külön eljárásban intézzék el, csak azzal ne tartsák fel a kedves evőt. Nyilván az lenne a megfelelő eljárás, hogyha van még szabad kassa, akkor ezt gyorsan megnyitni. Hát ez már a kereskedőn múlik, hogy ő hogyan viszonyul a vásárlóihoz. Mindenesetre kíváncsi vagyok a kedves nézőkre, hogyha e-mailben ezt elküldik, aki így járt, hogy mondjuk percekig, vagy negyed órákig, vagy 40 percig kellett arra várni, hogy egy ilyen 80-100-et, ami a pénztáros hibájából történt, nem szándékos károsítás, és annak következtében ilyen komoly adminisztráció volt, erre kíváncsiak lennénk. Erről az adminisztrációról beszéltünk, ugye akkor a törvényi adminisztrációnál folytassuk, ugye? Tehát, hogy a termékbemutatókkal kapcsolatban három új törvényi módosítás is születik. Így van. Akkor Anitán a sor, hogy ezeket elmondja. Ez három olyan módosítás, amely három különböző törvényt érint. Ezekre azért volt szükség, mert a legutolsó ellenőrzésnek a tapasztalatai szerint az egyik fő probléma, hogy ahogy említettük, az idősebbek vásárolnak, akiknek általában nincsen egyrészt a helyszínen pénzük, meg úgy egyáltalán nincsen mondjuk 800 ezer forintuk egy masszázságyra. De ott a termékbemutatók többségében valahogy mindig sikerül hitelt felvenniük. Rögtön hitelképesnek nyilvánítják őket, és rögtön meg is kapják ezt az összeget, amit aztán jó hosszú ideig lehet törleszteni. Az egyik ilyen szigorítás az éppen az, hogy a termékbemutatókon, tehát kihelyezett helyeken nem lehet majd hitelszerződést kötni, azért be kell menni a bankfiókba. Ez azért jó, mert nem tud egy ilyen megfontolatlan döntést hozni a vásárló, és nem tudják őt ott rábeszélni arra, hogy ezt a hitelt vegye fel, már pedig akkor a szerződést sem feltétlenül tudják megkötni. Ugye nagyon sok esetben az van, hogy rá tudják beszélni az idős urakat, hölgyeket, hogy megvásárolják, majd hazamennek, és otthon a lányuk, gyerekük, barátuk szól, hogy hát miért vetted ezt meg. Ez ebben az esetben nem történhet meg, mert lesz ideje arra, hogy megbeszélje hozzátartozóikkal. Opponálok. Hát a törzsölt üzletember ilyenkor, ha ráírja, hogy ez a bankban volt, akkor és tanúsítja a bácsi néni is, hogy ez a bankban volt, akkor ez a banknak lesz a felelőssége ebben az esetben, mert rögtön azután, hogy hazamegy a vásárló, és meggondolja magát, mert rájön, hogy nincsen szüksége egy 800 ezer forintos masszázságyra, akkor ő panaszt fog tenni a területileg illetékes kormányhivatalnál, ahol el fogja mondani, hogy ő neki ott helyben adtak hitelt, és abból viszont baj lesz. Uh-huh. Tehát az már akkor a banknak is egyfajta felelőssége. És hogyha a szabály ez a bankokra is vonatkozni fog, tehát hogyha egy hitelintézetnek az a szabálya, hogy ő nem adhat hitelt egy szállodában, vagy egy magánlakásban, vagy bárhol egy étteremben, akkor ő neki azt a szabályt be kell tartania, ez mindenkire vonatkozik. Uh-huh. A kettes számú szabály, ami szigorítás lesz, ez az ügyfélszolgálat. Mert az a tapasztalatunk, hogy ez az egyik legmegkeserítőbb dolog, mondjuk ezt most jó magyartalanul mondtam, tehát hogy az ügyfélszolgálat az, amivel a legtöbb probléma van. Gondolok itt arra, hogy szintén valaki megvásárol egy terméket, és szeretne elállni. A tavalyi törvénymódosítás értelmében erre a vásárlás után 14 napja van. De az a baj ezekben az esetekben, hogy nagyon sokszor hiába akar elállni, a cég eltűnik. Nincsen elérhetősége, vagy ami van, azon nem veszi fel senki a telefont, az irodájukban nincsen senki, tehát lényeg a lényeg, hogy nem tud elállni ettől a szerződéstől, bármennyire is szeretne. A törvénymódosításnak az a lényege, hogy kötelező ügyfélszolgálat lesz, meghatározott időben ezeknek a cégeknek ügyfélszolgálatot kell fenntartaniuk, ahol panaszkodhatok, reklamálhatok, ügyet intézhetek, ez nagyon fontos.
fontos, abban bízunk, hogy ez fog segíteni, például abban, hogy ez a 14 napos elállási idő megvalósulhasson. Itt tulajdonképpen azoknak a személyeknek, a konkrét személyeknek a konkrét felelőssége az valahogy eltűnik. Tehát itt az az ember keres végül is, aki ezt az egész termékbemutatót lejátsza, megszervezi, tehát ő jókat keres ezen, gondolom, hogyha 50 ezer forint helyett 800 ezerrel ad egy pár ágyat, azért már megéri oda menni. Még azt a kávét is megéri kifizetni, amit esetleg a vendégek kapnak. De valahogy ez a személyes felelősség, ez elszáll, úgyhogy ezen talán érdemesen elgondolkodni, hogy azok az emberek, akik ezeket a javaslatokat, egyebeket ugyanúgy, ahogy kiderül, hogy ménesgazda, tehát valamiféle regisztráció az szerintem jó lenne. Nem csak a vevők, ugye, mert a vevők kitöltenek mindenféle lapokat, amiket aztán jól tudnak használni ilyen különböző értesítésekre, hanem hogy a másik oldalnak is regisztrálnia kéne valahol magát. Ez egy általános probléma, ez nem csak a termékbemutatók területén, hogyha csak az építőipar irányába elkalandozunk egy picit, amikor épít egy vállalkozó egy házat, aztán megszűnik az egész cég, és semmilyen garanciális munkát nem lehet velük elvégeztetni, nem lehet egyszerűen minden területet szabályozni. Tehát hogyha mi azt próbáljuk megtenni, hogy a vásárlók érdeke ne károsodjon olyan mértékben, ami már nem elfogadható. Tehát lehet regisztrálni, meg eljárás is indul ezek ellen a cégek ellen, de az, hogy ő most azután mit fog csinálni, az egész egyszerűen nyomon követhetetlen. A mi feladatunk az, hogy egyrészt elmondjuk azt, hogy mindenki legyen nagyon figyelmes, gondolja meg kétszer, ne hagyja magát rábeszélni, ne döntsön a helyszínen, beszélje meg valakivel. Hogyha ezt elérjük, az már nagyon jó. Mi a harmadik? A harmadik az ingyenesség, ami a reklámra vonatkozik. Ugye nagyon sok esetben ezeket a termékbemutatókat úgy hirdetik meg, hogy valamit ingyen fognak ott a helyszínen osztogatni, amiről aztán kiderül, hogy nem úgy van, vagy csak akkor adják oda, hogyha megveszi még azt a terméket is, amit ők ott venni szeretnének. Tehát, hogy ilyen ingyenes, az ingyenes szó, vagy az ajándék szó ezeknek a termékbemutatóknak a hirdetéseiben nem szerepelhet majd a tervek szerint. Ismételjük el azt, hogyha valakinek van valamiféle panasza, hogy éri el a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, ugye az NFH ez a rövidítése, ugye? És akkor a kapcsolat, a kukac és nfh.hu. Így van. Na most ez nagyon jó, hogy elismételtük, mert én meg ezzel kapcsolatban azért azt megkérdezném, hogy ugye hát azért ez az e-mailezés, ez az internetezés azért nem 100%-osan lefedett lehetőség Magyarországon. Hogyha valakinek nincs ilyen lehetősége, az, hogy tehát telefonon azt hiszem, hogy nem lehet, ugye? De különösen súlyos esetekben például, hogyha valaki éppen egy ilyen termékbemutatón van, és nem akarják kiengedni a teremből addig, amíg nem vásárol, akkor jó, hogyha benne vagyunk a telefonban. De levélben. Levélben is lehet. Most nyilván ez hozzáállás kérdése mindig, hogy az e-mail. Mi azért mondjuk az e-mailt, mert az már nagyon sok mindenkinek hozzáférhető, sokkal kevésbé bürokratikus, mint megírni egy levelet, elmenni a postára feladni. Ez a leggyorsabb. Tehát a családban biztos, hogy megoldható az e-mailezés, de hogyha nem, akkor pedig akkor nyugodtan lehet levélben. Így van. A területileg illetékes kormányhivatalok listája azért nagyon sok helyen elérhető. Ott e-mail cím és postai cím is található, és ahogy telefonszám is természetesen. Akkor az elérhetőséget most megismételtük ígéretünk szerint. Akkor most foglalkozzunk egy kicsit a 2015-ös évvel, mert ugye ez egy gyerekcentrikus év a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szempontjából. Azt mondjuk, hogy vigyázunk a gyerekekre. Ebben az évben rendkívül... Bocsánat, ezt egy zével vagy két zével? Egy zével, vigyázunk. Tehát ez a jelentő. De persze két zével is lehet, vigyázzunk a gyerekekre, mi vigyázzunk, a gyártókat, forgalmazókat pedig arra kérjük, hogy vigyázzanak a gyerekekre. Mit akar ez a szlogen, ez a jelszó, jelmondat? Rengeteg olyan vizsgálatot, ami a gyerekekről szól. Most éppen zajlik a hatóság laboratóriumában egy olyan vizsgálat, ami azokat a kis járműveket, motorokat, bicikliket, rollereket nézi, amit a gyerekek használnak. Ez az úgynevezett saját tömegét hordozó játékok. De ugyanide tartozik a ruháknak a vizsgálata. Az elmúlt évben is rengeteg olyan gyerekruhát találtunk, amik veszélyesek. Ez a bicikli meg roller, ez az, amin közlekedik a így gyerek? Van. Tehát igen, az, igen, hogy, igen. Tehát, hogy ez közlekedés biztonságilag mennyire felel meg az elvárásoknak. De láttam egy nagyon szép, hatalmas, piros Ferrarit, amiben bele tud ülni a kisgyerek, és a lábával tudja tekerni.
tehát mindenféle olyan kis járművet, amit a gyerekek használnak udvaron, játszótéren. Hát ennek nagy tanulsága van az, hogy nem lehet elég korán a Ferrarihoz szokni, és ez a maguk számára milyen gondok járhatnak ezzel? Megfelelő feltételeknek és paramétereknek kell ezeknek megfelelni, például, hogy ne legyen nagyon borulékony, mert hát nyilván ezek a gyerekek elesnek a kismotorokkal, az én fiam is 4 éves, tehát esett eleget, de mégis kell... Kismotorozik? Most már nem, most már biciklizik, de hát szigorú szabályai vannak ennek, amit bocsássam, hogy csak annyi, hogy a kismotorozásra nehogy arra gondoljanak, hogy egy ilyen rendes 200-al menő hát motoron megy, hanem az nem. Ilyen kis akkumulátoros igen. Kis pár... Még csak az sem, ilyen kis műanyag motorokat használnak motor. A kicsik, amiknek ilyen 3 kereke van. Ja, értem. Tehát ez gyakorlatilag a 3 kerekű bicikli van motor alapban. Értem. Igen. Tehát nincs benne semmiféle ilyen meghajtó szerkezet, hanem a lábukkal hajtják. Az a lényeg, hogy ezek a termékek a gyerekekre biztonságosak legyenek, egy kisebb döccenőnél, hogyha belemennek, akkor ne boruljanak fel rögtön. A rollernél például az összehajtható termékekkel szokott lenni probléma, hogy menet közben összecsuklanak, tehát, és ezeket figyeljük meg, hogy milyen erő hatására történik például meg ez az összecsuklás. Na most én úgy tudom, hogy ezekre előzetes engedély kell. Így tehát van. Itt akkor ezek szerint az előzetes engedélyadást már megszigorítják. Az előzetes engedélyadást nem szigorítjuk meg, azt vizsgáljuk, hogy az előzetes feltételeknek, amik a gyártást meghatározzák, tehát hogy hogyan kell ezeknek a termékeknek elkészülni, betartották-e, tehát biztonságosak-e ezek a termékek, mind az európai, mind a magyarországi szabványoknak megfelelnek-e. Tehát vigyázzunk a gyerekekre 2015-ben. És ezen kívül még azok a kicsi játékok, azok is fókuszba kerülnek, amiknek az alkatrészei veszélyesek esetleg. Ezek a szokásos termékek, igen, játékok, a ruhákat is vizsgáljuk idén is. Az elmúlt évi ruhavizsgálat során megint rendkívül sok olyan termék volt, ami veszélyes volt a gyerekekre. Pedig ezek rendkívül egyszerű szabályok, de főleg a távol-keletről érkező ruhákban még mindig nagyon gyakoriak az olyan darabok, amik veszélyesek. Most jött ki nem olyan régen a RAPEX jelentés, ami az Európai Unió biztonsági rendszere, Magyarország küldte a legtöbb veszélyes terméket, és az egyik legtöbb ezen belül is veszélyes termék a gyerekruha volt. Például nagyon egyszerű példát mondok, a 0-tól 7 éves korig tartó korosztálynak a kapucni részen nem lehet zsinór. Nagyon egyszerű, képzeljünk el egy gyereket a csúszda tetején, aki már hanyat fekszik, mindjárt csúszik, de mögötte már ott sorban áll a többi gyerek, és véletlenül rálép a zsinórra. Pillanatok alatt fulladásveszélyt okoz. És ezeket a szabályokat nem a hatóság találja ki, szóval ezt mi nem azért találjuk ki, hogy a gyártók vagy a forgalmazók életét megkeserítsük, hanem ezek baleseti statisztika alapján jönnek létre. Tehát volt olyan baleset Magyarországon is, és az Európai Unióban is, amit az okozott, hogy a gyereknek a kapucniában volt zsinór. Ne legyen, figyeljünk erre oda. És kell, hogy a forgalmazók és az üzletek is tudják, mert, ezt azért mondom, mert szintén ennek az ellenőrzésnek egy érdekes tapasztalata, hogy a boltban az eladó már tudja, hogy nem lehet benne a zsinór a kapucniban, ezért kihúzza belőle, beleteszi egy kis zacskóba, és amikor a vásárló odamegy és megveszi a terméket, akkor odaadja neki, hogy hát ez így, itt nem lehet benne, de tessék nyugodtan belehúzni. És a szülő az feltétlenül nem tudja, hogy ez veszélyes lehet. Na most ezt hogy lehet terjeszteni egy kicsit jobban, akkor egy kicsit nagyobb hatásfokkal, hogy ezekre a tapasztalatokra felhívják a figyelmét a közvéleménynek, tehát hogy ne csak a boltokban, hanem a vásárlók is tudják a bolton kívül. Például úgy, hogy itt vagyok, és most is elmondom, volt ezzel kapcsolatban közleményünk, ahol csak tudjuk, mondjuk, nekünk tényleg az egyik legfontosabb feladatunk az ellenőrzések mellett, a laboratóriumi vizsgálatokon túl, hogy egy kicsit növeljük a fogyasztói tudatosságot, hogy egy picikét legyünk okosabbak, megfontoltabbak. Egyrészt reklamáljunk, ne hagyjuk szó nélkül, hogyha becsapnak minket, hogyha 80 forinttal több van a számlán, akkor azért is szóljunk, és hogy tudjuk azt, hogy például, hogyha külön a kis zacskóban adják nekünk oda a zsinort, akkor az nem jó. Hát nagyon remélem, hogy sok szülő odafigyelt, esetleg a gyerekek is arra, amit mondott Anita, és hogy segíthetünk abban, hogy tényleg jobban tudunk majd vigyázni ebben az évben a gyerekekre. És hát a termékbemutató az pedig egy örök sláger marad, én nagyon remélem, hogy ezek a tervezett törvények, ezek majd segítenek ezeket a problémákat valahogy csökkenteni, megoldani. Mi is ebben bízunk.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és köszönöm szépen, hogy bemutathattam a jogos kérdés nézőinek is, és megköszönöm az önök figyelmét is, kérdéseiket továbbra is várjuk a 6-os csatorna e-mailjére, tehát jogoskérdés@6oscsatorna.hu. Viszontlátásra!